Sziasztok, itt vagyok ismét egy Sims epizóddal, úgyhogy nézzük is, hogy hol tartottunk legutóbb. Hirtelen nem tudtam, mi a szar itt ez a szellem, aztán rejtem, hogy Daviddel megitattuk azt a főzetet, vagyis bájtalt, ami miatt átmenetileg élő halottá vált. Ó, borzi főzőcskézik, szuper. És igen, megnéztük az összes főzetet egyrészt, másrészt ugye borzi csajozási úgymond kísérletét jól elszúrtuk, úgyhogy folytassuk is. Jane továbbra is festeget, jó helyen van. Mint észrevettétek, általában így már az öregekkel nem különösebben szoktam foglalkozni. Mégpedig azért, mert egyszerűen mindig úgy gondolom, hogy az új, friss generációra fektessünk hangsúlyt, ő pedig igazából termeli a pénztekünk, és ez így király. Elég késő is van, úgyhogy mindjárt el is küldöm őket. Igen, igen. Jane-re is ráfér ezért a dolog, mármint az alvás. És Tóbiás is szunyál, úgyhogy akkor végül is most éjszaka van. Hamarosan fel is ébrednek a szimek, és láthatjátok, hogy kaptunk egy üzenetet, miszerint nem sokára leérettségiznek. Úgyhogy már csak néhány napjuk van elkápráztatni a tanárokat, ami igazából nem túl fontos szempontukból, hiszen mindkét srácnak az osztályzata 5-ös, úgyhogy szerintem ez teljesen rendben is van. Én ilyen kis maximalistán szoktam mindig őket kezelni. Igen, Jane-t egy kicsit rendezzük el, mégpedig, még mindig van sütőtökös pitink a klónozásból. Úgyhogy ezt gyorsan felhasználjuk. És láthatjátok egyébként, hogy David vissza is változott már a szellemből. Oké, itt a pite, szuper, akkor mindenki egyen a pitéből. Neked nem is kell, viszont. Rossz alvás az olcsó ágytól. Ez előfordul, de úgy gondolom, hogy most már igazából felesleges új ágyat vennünk. Majd talán a későbbiekben. Nem kösz. Éljük a magányos öregek életét, eszünk, festünk. És gumicukrot is kell ennünk, majdnem elfelejtettem, ugye? Még 3 darab elvarázsolt gumicukrot kell befalnunk a vágy teljesítéséhez. Oké, a srácok elhúznak suliba. Találkozunk új barátokkal. És Tóbiás, nagyon magányos, úgyhogy egy kicsit foglalkoznunk kell vele. Jól el szoktam hanyagolni egyébként szerencsétlent, és ahogy nézem, csak koszos, hogy olyan színű a szőre. Oké, mi történt? Viszketek az elvarázsolt gumicukortól. Ja igen, és Daviddel egyébként teljesítettünk már korábban egy lehetőséget, amiért cserébe most megkapta a jutalmakat, úgyhogy szuper, tök jól állnak. Ezt eltesszük a hűtőbe. Gyerünk, játszunk. Még. Gyerünk. Vigyük fel amennyire csak lehet a társaságát. Na, most mi történt? Miért jöttetek be? Nem tudom. Mert fogócskáznak, értem. Úgy döntöttek, mostantól örök barátok lesznek. Hát ez fantasztikus. Nem is kell megtölteni a tálat. Ennyi? Vagy inkább szeretgessünk, talán attól jobban fog nőni a társasági szükséglete. Gyerünk, még. Megkaptuk a nyugdíjat, szuper! És nagyjából fel is vittük a társaságot, úgyhogy most már mehetünk vissza és csináljuk a saját dolgunkat. Mégpedig mindjárt befalok 2 elvarázsolt gumicukrot még, utána pedig visszatérünk a festésre, hogy végre ezt a lehetőséget teljesítsük. Tóbiás pedig remélem van annyi esze, hogy most már elmegy enni, de lehet, hogy nekem kell rá utasítani.
Igen, mert ő inkább ásni szeretne gödröket. Tipikus kutya. Úgyhogy egy kicsit etettük, egy kicsit rágcsálás. Adrenalindöketet kapott, és kíváncsi leszek a másik gumucok arra. Igen, egyébként valaki írta a kommentekben, túl csípős, hogy mindenképpen vigyázzak az elvarázsolt gumicukorral, hiszen akár meg is halhatnak tőle. Tudom, hogy ez így van, velem is előfordult már, de reméljük nem fog újra megtörténni, ennek elég kicsi az esélye. Egyébként néha gondolkodom rajta, hogy érdemes lenne ilyen statisztikákba belenézni, hogy mekkora százalék az esély arra, hogy ez megtörténik. Oké, itt egy kis bug, hiszen láthattuk a teljesen elkészült képet, holott még közel sem járunk hozzá. Ó, hát persze! Tanulmányi kirándulásra mennek holnap a srácok. Mi? Nem vágunk hajat, nem festünk hajat, nem megyünk szakkörre. Nem leszünk a dicsőségtáblán sem. Ja, de felkerültek. Akkor... Na mindegy, hát ezt egy kicsit elszúrtam. Oké, haza is értek. Igazából... egészen rendben vannak, ahogy nézem most. Úgyhogy gyorsan a gond legyen le, azt gyorsan elintézek, és utána lehet szórakozni. Mégpedig, ugye, múltkor Borzi és Melódia kapcsolata nem jött egészen össze. De talán most újra próbálkozhatunk valaki mással, nézzük, hogy nincsenek olyan barátai, akik alkalmasak lennének. Mi? Oké, azt írja itt a kapcsolati lapon, hogy ez egy féltestvér, ami kb. Tökre lehetetlen, hiszen hogy lehetne a féltestvére? Csak akkor lehetne, ha... Jared, te hűtlen! Van egy másik gyereke. Wow! Na jó, hát ez elég durva szerintem. Mármint nem tudom ti, hogy vélekedtek róla, hogy esetleg aki játszik vele és találkozott már a játékban Jareddel, igazán megnézheti, hogy ez korábbról van-e így, és csak egyszerűen nem vettem észre, vagy tényleg hűtlen volt hozzánk. Szuper! Elkészült egy zseniális képünk. Ezt el is vesszük. Így már 80 a 10-ből. És nekiállunk egy újabb nagy festésének. A fiúk pedig játszanak. És elég fáradtak is. Na nem baj, még ezt most kibírjuk. Igen, közben Davidnek volt egy ilyen hangulatingatag napja, amivel nem különösebben foglalkoztunk, ezért nem történt semmi extra dolog. Igen, itt folyamatosan megjelennek ezek az újabb és újabb lehetőségek, amik ugye a közösségi körökhöz tartoznak lényegében, amikkel azt mondtam, hogy majd az egyetemek során fogunk foglalkozni. Addig is gyere, Tóbiás, egy kicsit foglalkozunk veled, mert el vagy állandóan hanyagolva. Na, nézzük, hogy... Ja igen, ott tartottam, hogy keresünk Davinnél valami ismerőst, akivel lehetne valami, de ahogy nézem, egyébként itt mindenki felnőtt, szóval nem akarok újra abba a hibába beleesni, hogy egy csomó időt elszúrunk az, hogy kiépítsünk valakivel kapcsolatot, mert nem veszem észre, hogy már felnőtt az illető, vagy közben felnő, és akkor végül is nem tudunk semmihez kezdeni velük. Úgyhogy talán az lesz a megoldás, hogy továbbra is az iskolában majd ismerkedni kell, hát ha megismernek velük egykorú lányokat is. Ahogy nézem, teli hold lett, nagyon furcsa és fényes.
az egész ház, és megjelentek a zombik, a kedvenceim. Hát itt továbbra is folyik a festegetés, ami rendben is van. Ah, mindenhol minden tiszta kosz. Ó, és már le is feküdt aludni. Ezek szerint nagyon fáradt volt. Téged is lefektezünk, és legalább kialusszák magukat. Itt pedig egy zombi támadás van folyamatban, ami nagyon komoly. Ugye már korábban megnéztük, hogy körülbelül semmi nem történik. Csak megijednek a szimek, és ennyi. Viszont nagyon parásan néz ki ez a zombi. Mármint a karja nagyon vékony. De se baj. Amíg most már azért az energiája eléggé lent van, úgyhogy talán ideje lenne őt is lefektetni, aludni. És holnap mindenképpen folytatjuk a különböző képek festését, hogy végre azt a nyomorult lehetőséget teljesítsük, és megkapjuk a nagy lóvét érte. Közben fel is ébrennek, pedig egyébként még fura tök éjszaka van, de igazából mindegy. Mint láthatjátok, egyre több zombi jelent meg, aminek nagyjából semmi jelentősége nincsen, csak fura hangokat adnak ki. Ugye a kertet el is zártuk tőlük, úgyhogy nem bírják felzabálni a növényeinket, amit tök szuper. Viszont ide ápolnunk is a kertet. És van egy cicánk itt mellettem, aki felébredt. Ó, ti is felébredtetek, ne. Jó, akkor... nem is tudom, mit csináljunk veled. Nem lesz részmunkaidős állásod. Nem is tudom, mikor fogadtam le ezt a vágyat. Rácsák néha meg kell letetni. Nem tudom, mi van, ma össze-vissza akadozik a nyelvem, és egyébként lehet is, hogy egy kicsit furán beszélek, mert fülhallgató van a fülemben, és nem egészen hallom, hogy mit mondok rá, de súg, baromira visszhangzik az egész szoba, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lesz ez a hely. Mi ez a zombi horda itt a kertben? Ne borzi, ja, bocs, ez David. Meg fogják állandóan támadni. Fú, de komolyan megtámadták. Úristen, meg is ijedt tőlük. Nem, visszamegyünk a házba, és gyorsan zabálunk valamit. Aggódott a pénz miatt? Nem tudom miért. Igazából egészen gazdagok vagyunk. Oké, egyél. És ma megyünk suliba. Utána lesz egy szabad napunk, valamint le is fognak érettségizni is, úgyhogy... nem tudom, hogy... Ja de, még csak kedv van, akkor még holnap is mennek suliba. Aztán utána fognak leérettségizni. Úgyhogy még egy kicsi kitartás kelleni fog. Míg végre elmehetünk az egyetemre. Ó, mindenre negatív reakciód van, nem? Oké, küldjük el, és gyűjthető holmikat gyűjtsünk, hogy még szuper kis csontvázakat összerakhassunk. És elhelyezhessük a kert végében, aminek igazából nincs a kertem, de szerintem tök jó dolog, meg tök érdekes ezeket összerakni. Nektek irányos suli. Ugye találkozunk új barátokkal, még pedig azért, hát ha megismernek valami lányokat, hogy teljesíthessen végre a kívánságotokat, és valamelyiküket legalább becsajoztassam. Wow, ilyen sokáig tart a kertet rendbe szedni? Oké, ez már az utolsó növény volt. Nem, még a fákkal is foglalkozik. Egészen tökéletes növényeink vannak már a kertben, ez tök szuper. És vissza is tértünk a festegetéshez igazából. Úgyhogy nézzük közben, hogy Tóbiás miket szedett össze. Néhány dologból vannak ilyen... igen, gyémántkutyát is, kőtűzcsapot is, samut is tudunk összerakni, hogyha végre hazajön. Szuper! Szuper, akkor rendeljük is haza Tóbiást. És mindjárt összerakjuk a gyűjthető holmikat a kertben.
Oké, szuper, tanultak egy csomó mindent a fiúk. Ó, igen, mert a tanulmányi kiránduláson vannak a tudományos laborban, ezért tanultak ennyi mindent, és... hozzá ne nyúj, érdekes kis kirándulás lehet. Viszont közben láttam, hogy egyébként Tóbiás bohás lett. Na se baj, gyere ide, gyere, és rakjuk össze a gyűjthető tárgyainkat. Mégpedig van itt egy barátunk, Samu, aki egy csontváz, és tök szuperül néz ki. Láthatjátok. Ráadásul ez nem is egy emberi csontváz, hanem valami homo sapiens előtti valami csontváz. Van egy gyémánt kutyánk. Erre nem is emlékszem, hogy milyen a gyémánt kutya. Ó, hát ez egy kutya gyémántból, és meg tudja rákcsálni. Tegyünk még egy kőcsapot. Szuper. És ahogy nézem, ennyi volt a gyűjthető holmik, vagyis hát a különleges gyűjthető holmikból, ami volt Tóbiásnál. Szuper, kész is lettünk a képpel, úgyhogy vegyük el. Vegy el, oké. Okay. Már csak egy képre van szükségünk, viszont mielőtt még azt elkezdenénk, mász ki a Faraday kalickából. Egy olyat én is kipróbálnék egyébként. Bolha fürdőt adunk Tóbiásnak, hogy ne fertőzzön tele mindenkit, mert erre képes, hogy átadja az embereknek, mint láthatjátok, tök jó, mert meg is jelent az üzenet, hogy most már mindenki bolhás a családból. Szuper jól érezték magukat a tudományos laborban. Úgyhogy itt az ideje, hogy mindenki bolhafürdőt vegyen a családból. Gyerünk! Úgyhogy fürödj meg. Azt hiszem, sima fürdéssel is el fognak tűnni a bolhák, legalábbis nagyon remélem. Legalábbis nagyon remélem. Mindjárt meglátjuk. Ó, szuper, eltűntek a bolhák. Ó, David nem is bolhás. És Borzi sem. Pedig ez volt az üzenet. No, se baj. Szerintem ennyi is lett volna a mai rész. Tudom, hogy még mindig kis unalmas hétköznapokat élünk, de már csak 3 nap van az életszakasz váltásig, ami valószínűleg a következő részben, ha szerencsénk van, meg is fog történni, és utána mindenképp szeretném a srácokat egyetemre küldeni. Írjátok le kommentbe, hogy mit szeretnétek, milyen jellegű egyetemre menjenek, mit tanuljanak ezután, és tudom, hogy utána legyenek természetfelettiek, és lesznek természetfelettiek, mert mindig mindenki ezt követeli a kommentekben. Úgyhogy köszönöm, hogy ma is velem voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!